Nyakunkon a karácsonyi partik és a céges rendezvények ideje, vendégünk Szekeres Nóra, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy bizony ilyenkor mibe illik, vagy mibe kényelmes megjelenni. És itt van velünk a Miss Universe két döntőse, Szabó Kitty és Kővágó Dóra. Sziasztok, igen, köszönöm nekik, hogy akik majd bemutatják nekünk ezeket a ruhákat. Na most, hogyha az idei évet nézed, mi a trend, milyen szín, milyen forma estély ruhát tekintve? Ez nagyon fontos, mert csütörtökön nekünk is karácsonyi parti van. Még nem tudom, hogy mit veszek fel. Föl kell öltözni. Idén egyébként nagyon megy a sötétkék, úgyhogy megnéztétek meg a bordot, de alapvetően télen ugye mindig jönnek ezek a sötétebb árnyalatok, a sötétebb színek, a zöld, de szerintem ma már egyébként annyiféle stílus irányzat van egyszerre bent, ha megnézzük a boltok kínálatát is, hogy nincs olyan, hogy na, kijelölünk egy dolgot, és akkor csak és kizárólag az megy, hanem már tényleg az, hogy árnyalat, nagyon pici árnyalatnyi különbségek vannak az években, hogy éppen most melyik tónusa a bordónak, vagy tényleg a zöldnek, kéknek. A fekete meg ugye állandó, főleg tényleg bárki belebújik egy fekete ruhában nagyon szívesen. Amikor te ruhát választasz, akkor magadnál mire figyelsz? Az anyaga fontos, a fazona fontos, én imádok meleg legyen. Ruhákat nézegetni, válogatni. Meleg az sosem fontos. Az fontos, hogy tetszen, és hogy jól érezzem benne magamat is, amikor fölveszem, akkor ne egy ilyen kényelmetlen, szúrós érzés legyen. Emlékszem, hogy amikor pici voltam, akkor is az volt, hogy szúrós pulcsi. Soha nem vettem föl. Bármilyen gyönyörű volt, bármilyen meleg volt, mondhattak nekem bármit róla, szóban nem jöhetett, hogy ilyesmibe belebújjak. A másik, hogy ez egy hihetetlen jó játéktér. De hát ezt gondolom ti is nagyon jól tudjátok, meg nap mint nap ki is használjátok, meg szerintem az összes nő ki használja ennek a lehetőségét, hogy játszon. Amikor pedig valaki tényleg egy irodában dolgozik, nap mint nap megvan a formális ruha, hogy mibe kell bemennie, előírások vannak, akkor pont az a karácsonyi parti az, amikor egy kicsit ebből így ki lehet lépni, és egy picivel többet meg lehet mutatni saját magadból, és abból, hogy igazából te milyen vagy. Mindenki szeret ilyenkor egy kicsit királylány lenni. Mit veszel észre egyébként, hogy a nők inkább ezeket a nagyobb szoknyákat, ezeket a szétdíszített felső részeket szeretik, vagy inkább most már divat ez a letisztult forma? Mindig vannak irányzatok, de azért vannak, akik nem tudnak elszakadni a régi, berögzött dolgoktól. Tehát pontosan ugyanazt szeretnék látni, mint 5 évesen, amikor beöltöztek királylánynak hatalmas abroncsal, mert hogy valahogy nekik ez maradt meg királylánynak, de hát nagyon sokat finomodunk és nagyon sokat változunk szerintem az évek alatt, és ha megnézed, hogy mondjuk 5-6 évvel ezelőtt milyen ruhába bújtál és ma mibe bújsz, szerintem már csak magunkon is annyira látjuk, hogy mennyit változunk, és pont ezért nehéz egyébként szerintem ez a ruhatár kérdés is, mert egész egyszerűen már nem érzed feltétlenül magadénak azt a ruhát, ami ott csüng. És lehet, hogy te nagyon sokat kiadtál érte, az egy nagyon szuper darab volt, de ma már az nem vagy te. Egyáltalán nem vagy te. És megnézzük, hogy a szekrényünkben mennyi olyan ruha van, amit ezt 5 éve volt utoljára rajtam, és tudom, hogy már sose lesz, de azért még nem dobom ki. Pláne, hogyha estéről van szó, azt az ember nem szokta, hogy minden napra fölvenni, és ráadásul két eseményre se feltétlenül. Tehát egy estély az egy esemény. Igen. És azért meg rengeteget szokott az ember áldozni nyilván egy-egy ruhára, hogy meglegyen az a csoda. Ezért csináltuk meg mi is ezt a vállalkozást a barátnőmmel, hogy pont ezt látjuk, hogy az ember változik, szeretne szép ruhába lenni, szeretne divatosan öltözni, de közben azért ott van a fejében, amit a mai világ szintén sugall, és azt gondolom, hogy már szintén beépítettünk a személyiségünkbe a fenntarthatóság. Tehát valahol ezt a kettőt szeretnéd kivitelezni, és hogy ez a mi fejünkben ott találta meg a közös pontot, a csatlakozást, hogy akkor csináljunk egy olyan kölcsönzőt, amiben azokat a ruhákat lehet kikölcsönözni, amiket mi gondolunk divatosnak, mi gondolunk klassznak. Viszont de tényleg... egyébként már bevett szokás, nem? Igen, hát igen. Mi még nem tartjuk a lépést annyira. Nem, de nem is tudjuk még, tehát mi most elindítottuk ezt, de nem is tudjuk még egyelőre, hogy mekkora az igény, úgyhogy igazából azt várjuk mi is, hogy kiderüljön, hogy mekkora igény van rá, mert akkor tudunk mi is bővülni, tehát minden ötleted, minden elképzelést mi is nagyon szívesen fogadunk, hogy milyen irányba menjünk tovább. Mert most például ez az estélyi ruha.
nem áldozol több százezer forintot egy ilyenre, vagy ha áldoztál is, a következő bárra nem fogod ugyanezt felhúzni, hanem lehet, hogy életed végéig soha többet nem veszed már fel, és ott fog csüngeni a ruhatáradban. Ha te választasz estét, tudom, hogy a magánéletben ezeket a bő ruhákat szereted. Nagyon. Egyébként ez nem olyan régi dolog nálad, de most már csak ilyenben lehet téged látni. Tehát nem, azért a... van azért ilyen cuppanósabb, mint... Kettő. De hogyha estét választasz, akkor inkább miért szeretsz? Azt szeretem mindig, minden ruhában, ha van egy plusz gondolat, valami raffinéria, valami apró részlet, amitől az különbözik egy sima, egyszerű, szimpla ruhától. Uh-huh. Tehát van egy plusz gondolat, mondjuk annál is olyan aranyosak szerintem azok a rojtok, vagy egy különleges anyaghasználat. Nagyon jó, az mi tündérek vannak rajta? Nagyon ilyen kis nymfák. Igen. Tetszik. És színben egyébként? Nincs kedvenced? Vagy színben már nem vagyok az, hogy most mindig feketét. Sőt, azt már szerintem teljesen elengedtem, hanem sokkal jobban szeretem a színeket. Uh-huh. A fekete az szerintem egy mindig jó döntés. Az egy biztonsági zóna, hogyha feketét veszel föl. Bármilyen szín viszont sokkal izgalmasabbá teheti azt a napot is. És annyira sokat formál szerintem rajtunk az, hogy miben vagyunk. Uh-huh. Máshogy viselkedünk, máshogy létezünk, egyszerűen más sugárzunk. Nagyon fontos dolog még azt is kiemelni egyébként, hogy mennyire vigyázunk ezekre a ruhákra, és nagyon sok nő nem tudja viselni, ha már egyébként pont itt a viselésnél tartunk. Tehát, hogy attól még, hogy egy ilyen gyönyörű estély van rajta, simán össze-vissza ül benne, úgy eszik, hogy leeszi, szóval, hogy nincs... Ne ecske kétségbe! Nem! Azt akarom remélni, hogy mindenki, aki fölveszi, az átlényegül a ruhához. Mert azért mondom, hogy fontos, hogy erre odafigyeljünk nőként, hogy ha estejét veszünk föl, akkor tudjuk viselni, és figyeljünk oda. Igen, de egyébként tudjátok, szerintem mi segít ebben nagyon sokat, ha az ember, tehát hogy rá lehet hangolódni az ilyen dolgokra. Ha megnézel egy olyan filmet, ha bekapcsolsz olyan zenét, szerintem a zenétől, hogyha már egy olyan zene van, ami illik a ruha hangulatához, akkor sokkal jobban elkezdesz úgy viselkedni, mint hogyha mondjuk abban a ruhában így fölpróbálod otthon, és csak így járkálsz föl alá. Uh-huh. De ezt mindenkinek tudom ajánlani, hogy egy picit segítse magát is, ha ő távolinak érzi az adott stílust magától, hogy egy picit ráhangolódjon ő maga is az adott rendezvényre, az adott hangulatra, meg az adott ünnepre, mert hogy valójában ezek a kis alkalmak az életünkben mind-mind ünnepek, és sokkal jobb, hogyha egy picit kitüntetjük ezeket az alkalmakat, mert ezek különböztetik meg a hétköznapokat ezektől a napoktól. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük, ideologizáltunk egy kicsit, de köszönjük, hogy eljöttél.